Vážené dámy a páni, vážené predsedníctvo, dovolte mi, aby som poďakoval za pozvanie a je mi veľkou cťou sa tu v Dunajskej strede zúčastniť vašeho slávnostného republikového kongresu. Tisztelt elnök úr, kedves vendégeink! Engedjék meg, hogy megköszönjem az elnök úrnak a meghívást, hogy jelen lehetek ezen a mai kongresszuson, ünnepi kongresszuson, és hogy önökkel együtt ünnepelhessek. Strana maďarskej komunity a kresťansko-demokratické hnutie nie sú blízke len hodnotami, ktoré vyznávame a ktoré sú postavené na tradíciách kresťanstva a humanity, ale ako aj dnes povedal pán predseda Beréni, aj spoločným zápasom o lepšie Slovensko. A két pártot, a Magyar Közösség pártját, illetve a Kereszténydemokrata mozgalmat nem csak az emberiesség és a kereszténység tartja össze, hanem, ahogy ezt már az elnök úr is említette, a közös fellépés is a társadalomként. To, čo tu už dneska zaznelo, stúpajúca popularita a preferencie vašej strany dávajú nádej k tomu, aby v voľbách roku 2016 bola strana maďarskej komunity znova pevnou súčasťou pravice a mohla tak účinne bojovať proti súčasnému smerovaniu Slovenska. A Magyar Közösség pártjának növekvő népszerűsége és az elért sikerek mind azt segítik elő, hogy lehetővé válik, hogy a közeljövőben a párt ismét a jobboldali résznek egy komoly tényezője lehet, és együtt léphetünk majd fel az úgynevezett sikeres baloldal ellen. Ja verím, že naozaj tak, ako v roku 2011-12 nezvíťazí už na Slovensku exhibicionizmus a osobné záujmy, ale naozaj služba občanom a boj za lepšie Slovensko. Bízom benne, hogy úgy, ahogy az 2011-12-ben valósult meg, hogy az exhibicionizmus győzött, ez most nem ismétlődik meg, és végre a társadalmi igények kapnak teret. Dovolte mi, aby som krátko vás pozdravil aj listom nášho predsedu Jana Figela, ktorý, ako mi povedal pán predseda Beréni, máte vo svojich materiáloch, tak myslím, že nebude prekladaný. Vážený pán predseda, ďakujem za pozvanie na váš slávnostný republikový kongres v Dunajskej strede. Moje rodinné povinnosti mi neumožňujú byť s vami, ale rád by som vás pozdravil prostredníctvom poslanca Národnej rady Ivana Uhlierika. Slovensko potrebuje byť dobrým domovom pre všetkých občanov bez ohľadu na ich národnosť a spoľahlivým partnerom v rámci európskych a medzinárodných vzťahov. Preto potrebujeme politiku, ktorá vychádza z osvedčených hodnôt a slúži dôstojnosti každého človeka. Pre KDH je toto trvalým východiskom pre vlastný program a pre spoluprácu so stranami doma a v zahraničí. Na tomto základe sme pripravení aj na dialog a spoluprácu so stranou maďarskej komunity. Prajem vám, aby sa vám darilo nadviazať na skúsenosti a pozitívne výsledky z uplynulých období. Vášmu snemu prajem dobrú atmosféru a konštruktívne rozhodnutia. Váš Jan Figel. A na záver mi dovolte zaželať vašej strane mnoho úspešných rokov, ľudí, ktorí za touto stranou stoja, vašemu pánovi predsedovi, veľa zdravia a veľa osobnej odvahy a vytrvalosti v boji a v presadzovaní vašej veci. Všetko najlepšie. Kúžiajki úr, még nagyon sok sikert és nagyon sok erőt, egészséget kívánt az elnök úrnak és mindannyiuknak a további harcban és küzdésben, küzdelemben. Most Andrej Dostál úr, a polgári konzervatív párt elnöke folytatja a köszöntőt.